Köszöntéssel és kézfogással fogadják dr. Dávid Attilát. Kertész Gábor. Novoti Tamás Csaba. Benzin Harun Rashid. Otti Csaba. Dobos Piroska. Polica Péter Endre. Rubóczki Edith Szilvia akadályoztatása miatt az útlevelet egy későbbi időpontban veszi át. Őszi Arnold. Nagy Hűfok Dávid. Professzor dr. Stanislav Kmetty, a Kassai Műszaki Egyetem rektora, az Egyetem Tudományos Testületének az elnöke, a Szlovák Tudományos Akadémia tagja. 2000-ben kapott professzori kinevezést. Szakmai munkássága a következő területeket érinti: a reológia, a transformáció mechanizmusai,
a matematikai fizikális időfüggő változók számítási modellei és a valószínűségi eljárás alkalmazása a nagyméretű kábeles membrános szerkezetek megbízhatóságának megítélésében és az egyes elemek értékelése a rugalmas és rugalmatlan terhelés területén. A tudományos kutatás terén az intelligens adaptív kábeles és a feszült egyensúlyú rendszerekkel foglalkozik a statikus és dinamikus terhelésnél. Szerzője és társszerzője 5 tudományos, illetve szakmonográfiának és egyes részeinek, 2 egyetemi tankönyvnek, 6 segédletnek és tanulási kiegészítő tankönyvnek, és több mint 330 tudományos és szakmai tanulmánynak. A munkáira 400 idézés és hivatkozás található. A tudományos, szakmai és pedagógiai tevékenységéért számos hazai és nemzetközi elismerést kapott. Mint a Kassai Műszaki Egyetem volt rektorhelyettese, majd jelenlegi rektora, kiemelt figyelmet fordította a két intézmény, az Óbudai Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem együttműködésére. I would kindly ask Professor Dr. Stanislav Kmet to step up to the rector of Óbudai University in order to receive the honorary professor diploma. Az Óbudai Egyetem szenátusa honorary professzor kitüntető címet adományoz Dr. Wei Shi, a pekingi Tsinghua University professzora részére. Wei Shi tudományos és szakmai tevékenységével, nemzetközi együttműködéssel széleskörű elismertségre tett szert, amelyet kiválóan kamatoztat az Óbudai Egyetem oktatóival, kutatóival és hallgatóival kialakított kapcsolatrendszerben. Támogatja intézményünk oktatói és hallgatói mobilitását. Kitüntetése elismerése az eddig végzett szakmai tevékenységének, a Neumann János informatikai karral kialakított kapcsolatának, egyben hozzájárul egyetemünk nemzetközi együttműködésének továbbfejlesztéséhez. I would kindly ask Dr. Wei Shi to step up to the rector of Óbudai University in order to receive the honorary professor diploma. Az Óbudai Egyetem szenátusa honorari professzor kitüntető címet adományoz professzor Dr. Rafael Colás, a mexikói Nuevo León Autonomous University professzora részére. Rafael Colás tudományos és szakmai tevékenységével, nemzetközi együttműködéssel széleskörű elismertségre tett szert, amelyet kiválóan kamatoztat az Óbudai Egyetem oktatóival, kutatóival és hallgatóival kialakított kapcsolatrendszerben. Támogatja intézményünk oktatói és hallgatói mobilitását. Kitüntetése elismerése az eddig végzett szakmai tevékenységének, a Neumann János informatikai karral kialakított kapcsolatainak, egyben hozzájárul egyetemünk nemzetközi együttműködésének továbbfejlesztéséhez. I would kindly ask Professor Dr. Rafael Colás to step up to the rector of Óbudai University in order to receive the honorary professor. Congratulations to our new tudományos diákköri munka támogatásáért díjat kap. Habilitált dr. Kozlowski Miklós, a Neumann János informatikai kar megbízott dékánnak. Megkérem a dékán urat, az önismerését vegye át az egyetem rektorától. Az egyetem hallgatói önkormányzatának elismerései következnek. Az elismeréseket átadja Csuzi Henrik, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke. A kultúráért kitüntető címet kapja Solymosiné Molnár Margit.
Az év közéleti hallgatója kitüntető címet átveszi Barát Dániel. Az év közéleti dolgozója kitüntető címmel Tóth Bettinát köszöntjük. Az év együttműködő partnerek kitüntető cím díjazottja a Balgó Security Kft. Az elismerést átveszi Vandrócki Viktor szakmai igazgató. Gratulálok!